egyre agresszívabban ugye toboroznak az ukránok, tehát benzinkutaknál, szupermarketekben, autópiacokon, de most már ugye a magyar lakta területeken is megjelentek, és már berúgják az ajtót, már nem kell bírói végzés, tehát elhurcolhatnak fiatalokat, vagy azonnal kikézbesíthetik nekik a behívót, és hogyha nem jelenik meg a hat kiegészítő parancsnokságon, akkor ugye katonaszökevénynek számít, nagyon súlyos, sok éves börtönbüntetésre számíthatnak, úgyhogy szóba került a tavasszal, majd májustól a nőknek a behívása is, meg most már szóba került az év elején, hogy a 60 éveseket is behívják. Tehát nem csak az 50 éves korosztályig, hanem a fölött is, tehát 50 plusz, tehát egészen 60 évig. Hát nem jó tendencia, és ez azt mutatja, hogy folynak a katonák, és megmondta, ugye most nem ugrik be a neve annak, akit kirúgtak, mert beismerte, hogy egy elfogó áll. Arestovics. Arestovics, igen, na, most egy interjúban tegnap beismerte, hogy ezt a háborút Ukrajna nem fogja megnyerni. Mondja, ő most már magánszemély, nem tartozik a kormánytagok közé, bármit mondhat igazából. Pedig előtte mennyivel másképpen beszél. Mennyivel nem? Másképp, és megmondta, hogy sansztalom, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyerje. Nagyon érdekes, ugye te is említetted itt, hogy Putyin beszélt arról, hogy egyébként, ha végsőkig elmennek, akkor bármi történhet, és Dmitrij Medvegyev, aki szintén talán kicsit másként beszél, mint miniszterelnök korában, ő meg azt mondta, hogy ha Oroszország elveszíti a háborút Ukrajnában, az könnyen atomháborúhoz vezethet. Ő egyébként József Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselőjének a véleményére reflektált, mert József Borrell is a világháborús analógiát hozta fel, és erre Medvegyev azt mondta, hogy az ukránok és Nyugat-Európa az Oroszország ellen harcolók közvetlen örökösei. A háború tehát az új nagy honvédő háború velük szemben, és a győzelem a miénk lesz, épp úgy, mint 1812-ben és 1945-ben, mondta el a politikus. Medvegyev azért mostában szokott ironizálni, és emlékezhetünk arra, hogy évelején például ő is biztonságpolitikai jóslatokat fogalmazott meg, nyilván viccből tette, de azért felmerül a kérdés, itt ugye pont a héten volt Putyin szentpétervári beszéde, ott is a nagy háború, a nagy honvédő háború emlékezve szintén hasonló analógiákat mondott, hogy ezekkel azt üzenik, hogy egy esetlegesen sarokba szorított Oroszország, aki ellen mindenki van, nem fél használni az atomot? Tehát ez egy valós kijelentés, vagy szerinted ez csak a kommunikációnak a szintje? Nem, ez egy valós félelem ugye a nyugat részéről, és egy valós üzenet Oroszország részéről. Tehát Oroszország ezt a háborút nem veszítheti el, tehát Putyin elnök nem az az ember, aki azt mondaná, hogy na akkor egyezzünk ki döntetlenül, vagy kivonulók, aztán majd fizetek jóvátételt, mert megígérem, hogy jó fiú leszek, tehát ez nem arról szól. Tehát ez valahogy a liberális nyugatnak a vágyáma, de ez nem fog megkövetkezni. Bocsánat, de nem is itt tart a háború jelenlegi szakasza, mert értem, hogy azt mondják a nyugati médiában, hogy Oroszország meggyengült, de hát nem Oroszország területén zajlik ez a háború. Tehát így van, tehát miről beszélünk, és hogyha azért látjuk az orosz előretörést, látjuk azt tényleg, hogy most már Bakhmuttól alig pár kilométerre állomásoznak az orosz csapatok, és folyamatosan lövik a várost, tehát ami még a szerencsétlen városból egyáltalán megmaradt. Nincs miről beszélni, meg ugye arról, hogy ha jól emlékszem, a 128-as a száma annak a hegyi vadász dandárnak, ahol sajnos nagyon sok magyar is szolgált, és szinte teljes egészében felszámolták, ugye tegnap számolt be róla például a Magyar Nemzet. És olyan veszteségek vannak ukrán oldalon, hogy hűtővagonokban tárolják a holttesteket, nem merik az összeset egyszerre kiadni a családoknak, mert akkor pánik tör neki, mert akkor kiderülne, hogy naponta akár több ezren is odavesznek a nagyobb összecsapások alatt. Úgyhogy súlyos problémákkal küzdenek, és értelemszerűen Oroszországban ott még az alkotmányban is benne van a nukleáris fegyverek használata, hogyha a területi integritás és az orosz emberek védelme ezt kívánja meg, akkor be lehet vetni ezeket a fegyvereket. Ugye egyébként Oroszországgal kapcsolatban is mondanak veszteséget tekintve számokat. Az amerikai hírszerzés szerint 188 ezer orosz katona sebesült, megesettel, tűnt el, vagy dezertált a háború kezdete óta, és 100 ezer fölé teszik a halottaknak a számát. Kérdés, hogy ez így van-e, illetve hogy ez mekkora, most ez nagyon embertelenül hangzik, de hogy mekkora veszteség Oroszországnak, mert ilyenkor érdemes azt elmondani, hogy szerintem ott van a különbség a két ország között, hogy Ukrajna egy része az porig van rombolva, a lakosság elmenekült, a lakosság egy nagyon nagy része elmenekült. Sok millió elmenekült Ukrajnába, és ugyanez a másik oldalon Oroszország esetében nincsen meg.
Na, én nagyon óvatos becsléseket olvastam, a Bundesnachrichtendienst, a német titkosszolgálat adott ki a sajtó felé egy ilyen óvatos jelentést. Ők is beleírták, hogy ugye nem tudnak pontos számokat megnevezni, mert mind a két fél ugye hadititokként számolja, de ők úgy számolták, hogy mind a két oldalon durván 100 000-es veszteség lehet. Egyébként ez sem kevés. Borzalmas, tehát gondoljunk bele, azért egy nagyváros lakossága, aki elesett ebbe a háborúba, tehát 200 000 ember, hogyha két oldalt együtt veszünk, tehát ez borzalom, hogy ennyi fiatal élet ugye ment gajra ebbe a háborúba. Ezért is lenne fontos a békét erőltetni, és nem a fegyverszállításokat, de hát úgy látszik, hogy a nyugat valahogy, nem tudom, erre a béke szóra úgy reagál, hogy akkor küldjünk még egy pár rakétát, meg pár légvédelmi rendszert, meg nehéz tüzérséget. Furcsa amúgy, hogy belegondolok a német zöldpártiak, akik a legpacifistábbak voltak, akik azt mondták, hogy hú, hát még az atomenergia is az ördögtől való, állítsuk le rögtön az összes nukleáris erőművünket, azok meg most igazából belemennek abba, hogy lehet, hogy egy nukleáris háború lesz, amiben aztán majd emberek milliói fognak belehalni, nem csak ugye a csapásba, a lökéshullámba, hanem utána majd a sugárszennyezettségnek a késői hatása, ahogy ezt láttuk ugye mind Nagasakiban, mind Hiroshimában. Úgyhogy én egyszerűen nem értem már meg a nyugati politikát, hogy nem képesek felfogni, hogy mifele sodródunk igazából, hogy azért Ukrajna nem éri azt meg, hogy az emberiség egy része mondjuk kipusztuljon, területek váljanak hosszú távra lakhatatlanná, és olyan jóvátehetetlen károk alakuljanak ki így a politikában, meg az országok közötti együttműködésben, párbeszédben is, amiket esetleg soha többet nem lehet helyrehozni. Na, még egy pillanatra visszatérve a fegyverkérdésre, hogy a Ramstein konferencia előtt Észtországban egy katonai bázison tartottak egy egyeztetést, ahol megállapodtak különböző harcászati támogatásokban, hogy az Egyesült Királyság szállít 600 Brimstone rakétát, hogy Dánia 19 Cézár önjáró tarackot szállít, hogy Észtország tarackokkal, lőszerrel, segédjárművekkel, tankerhárító gránátvetőkkel támogatja Ukrajna, Lettország Stinger légvédelmi rendszerrel, két helikopterrel, drónnal, Litvánia légvédelmi lövegekkel és két helikopterrel, Lengyelország S-60-as légvédelmi lövegeket ad 70 000 hozzátartozó lőszerrel, Csehország további nagy kaliberű lőszerekkel, taraszkokat és páncélozott csapatszállítókat gyárt, Hollandia pedig később hozza a nyilvánosságra. És itt a számok az érdekesek, tehát ez a 19, meg néhány, nyilván a 70 000 lőszer az már egy más kérdés, de hogy szerinted ezek szimbolikus támogatások, vagy a 600 Brimstone rakéta, meg ezek számában mit tudnak hozzátenni a háborúhoz, meg tudják-e fordítani a háború menetét? Nem tudják. Tehát azért most ez úgy, hogy 600 darab rakéta az ilyen marhasoknak számít, de ez körülbelül egy hétre elegendő. Tehát ha mondjuk kilövünk napi majdnem 100 rakétát. Semmi igazából. Hát azért nézzük meg, hogy egy jobb napon például csak cirkáló rakétákból az oroszok mondjuk Iskanderből meg Kaliberből kilőnek 100-120 darabot. Gyengébb napokon ennek a szám olyan 60 és 70 között van. És ha belegondolok, hogy egy ilyen rakéta 1,5 millió dollárba kerül, akkor milyen anyagi és technikai forrása van még Oroszországnak? Tehát, hogy most valaki küld két nyomorult helikoptert, ugye ez a MI típusú, tehát a Mikoyan által tervezett még szovjet típusú helikoptert, vagy küld, nem tudom, pár száz darab rakétát, vagy lőszert, a lőszer órák alatt kimegy. Hát ha belegondolok például, hogy 5 másodperc alatt én kiürítem egy gépkarabénak a tárát, amiből benne van 35 darab lőszer, 5 másodperc alatt. Hát akkor egy napra az kivetítve, vagy egy hétre kivetítve, tehát itt lőszerek millióiról beszélünk igazából. Nem lesz, mondom, ilyen olyan hatással a háborúra, hogy ez megváltoztatna a háborúnak a menetét. Ugye idézem megint Medvegyevet, ő is mondja, hogy hát nem sokára rozsdás ócskavas lesz mindabból, amit a nyugat küld. De azért, hogy most említetted az országokat, Lettországot, Litvániát, Finnországot, Lengyelországot, ugye tipikusan ezek a ruszofób országokról beszélünk, akik gyűlölik ugye az oroszokat, még ugye talán a szovjet időkre ezt visszavezethetem. De igazából nem változott semmit nekik a hozzáállásuk az orosz emberekhez, az orosz politikához, és ők, akik a legjobban így a NATO-hoz, meg a nyugathoz próbálnak dörgölőzni, de hát igazából ilyen most azt mondom, balti törpállamokról beszélünk, tehát ők se fogják tudni megfordítani a háborút. Ugye bennük egy félelem, hogy esetleg majd Oroszország őket megtámadja, nem fogja, mert eleve NATO országok, tehát Oroszország se akar egy nyílt konfrontációt a NATO-val.
De hát nyilvánvalóan majd minden gazdasági, politikai kapcsolat, ami eddig volt a balti államokkal, meg ezekkel a barátságtalan országokkal, az el lesz vágva. És hogy megnézzük az új gazdasági rendszereket, ugye beszéltünk milliószor már a BRICS államok kialakításáról, akkor az eurázsiai gazdasági rendszerről, tehát egy teljesen új pénzügyi platform nyílt meg, ugye, amihez a Kelet tartozik is érdekes módon, és szerencsére Magyarország is ide tartozik, ugye be tudott szállni a magyar kormány is ebbe egy nagyon kis befizetéssel. Azt lehet mondani, hogy a nyugat el fogja veszteni a jelentőségét.